Ilyen srácok jöttek ebből a stoneres metálos világból, és én, mint egy kis puha tolpihe, én belépettem ebbe az egészbe. Ez a zene úgy szól jól, hogyha élőben hallgatod. Összehasonlíthatatlan azzal, amit hallasz a lemezen, mint amikor ott állsz, és gyakorlatilag kiviszi az agyadat a zene, a hullám, a rezgés, a minden, és úgy átéled, úgy benne vagy, hogy találgattuk, hogy szerintem mikor fognak kimenni, mert csak 45 pluszos emberek ültek be. Komolyan? Nagyon vicces volt egyébként. És nem, hogy nem mentek ki, hanem sikongattak, őrjöngtek, énekeltek velem, tényleg ilyen Queen, már ilyen Queen hangulatokat éltem át, hogy jó, és énekelték vissza, és mondom, kérek egy ilyet, és és mi volt ott? Szevasztok, a kedd, akkor fű alatt a mai adásunk vendége Páder Alexandra, a Woodstock Barbie frontasszonya. Üdvözöllek a műsorban. Emlékszem, nagyjából 2 évvel ezelőtt DCST elküldte az első számaitokat, hogy ezt hallgassd meg, és bevallom, nem vagyok egy ilyen nagy stoner blues ember, de így meghallgattam az első számaitokat, és így lerobbant a fejem, hogy atya úristen, eszelős őrület, zseniális. Tökre érdekel, hogyha mennyire, tehát amikor összejött a zenekar, akkor ez mennyire volt ösztönös dolog, mennyire volt, hogy mi ezt akarjuk csinálni, mennyire volt kísérletező jelek, hogy indult ez az egész történet? Hú, hát be kell valljak neked valamit, én sem voltam soha ez a nagy stoneres, metálos arc, és igazából szerintem pont ez is a szexepéje ennek az egésznek, hogy itt különböző világok találkoznak. És én tényleg hiszem azt, hogy mi itt tudtunk valami olyan újat alkotni, ami igazából még nem létezik, ugyanis ugye a srácok jöttek ebből a stoneres, metálos világból, és én, mint egy kis puha tolpihe, így belépettem ebbe az egészbe, és hát hoztam ilyen jazzes, bluesosabb, gospeles, szólos elemeket, amiket így összeelegítettünk, és megszületett Woodstock Barbie. Mondtad itt, hogy ugye különböző világok, és tényleg tökre érződik. Mennyire nehéz összecsiszolni ezeket a dolgokat? Szóval mennyit dolgoztak azon, hogy ezek így egy organikus egészként megszólaljanak? Hogy képzeljük el? Hát nehéz szokott egyébként lenni, mert az elején mindig úgy vagyok vele, hogy hát én ezt nem tudom, meg minden olyan számolgatós, mert nyilván nem simán 4/4-ben vagyunk, hanem Arián szereti ilyen kicsit bonyolultabbá, érdekesebbé, már klasszikus szinten ilyen páratlanná tenni a zenei részeket, és így nekem egy picit több munkám van így a szótagszámolással és ilyenekkel, de aztán mindig bepánikolok, és aztán a végén mindig megoldom. Úgyhogy általában úgy néz ki ez az egész, hogy ők csinálnak valamilyen zenei alapot, hát kitalálnak egy ilyen loop részt, vagy hát egy alaprészt, és akkor ezekből a szerkezetekből pakoljuk össze a dalt, és akkor, amikor én elkészülök a szöveggel, akkor nyilván úgy azután tesszük össze végül a dalt. Ugye itt mindig engem tökre érdekel alkotási folyamatnál, hogy van olyan, hogy mondjuk esetleg egy szöveg születik meg előbb, és arra jön egy dal, vagy mindig az van, hogy elindul egy jammel, és kialakul egy téma, és akkor arra próbálsz a hangulatból szöveget írni. Ez nagyon változó. Szinte mindig máshogy van egyébként, és igen, volt erre egyébként példa, hogy én, nekem már volt egy versem, és aztán azt illesztettem rá a már meglévő témára. De van, amikor csak játszanak a srácok, és akkor én ülök a telefonommal, írom a szöveget, és akkor közben egyből megikletődök. Van olyan is, hogy csak a dallam jön, és akkor később írom meg rá a ritmikára a szöveget, de van olyan, és az a legcsodálatosabb része, amikor szöveggel együtt egyből kijön valami. Egyébként pont a
Don't Get Lost című számunkba volt egy ilyen rész, ami annyira ösztönösen jött ki, hogy annyira adta magát, és ez szerintem az az egyik kedvenc számom, úgyhogy az nagyon jól sikerült, hogy hát így jól összeállt az egész. Úgyhogy ő mindig más, hogy alakulnak a dolgok, de általában az van, hogy először a zene születik meg, és akkor utána én rádolgozom. Nyilván lehet, hogy naív a kérdés, de mindig tökre érdekel ez is, hogy műfaj specifikusan azért ugye az angol nyelv az, ami nagyjából erre a zenére úgy... Igen, de hogy gondolkodtatok-e azon, hogy mondjuk ez megszólaljon esetleg magyarul? Vagy hát, ez figyelj, mi? Most mondok neked egy nagyon vicceset. Egyszer volt egy olyan pályázat, amire mindenképpen csak úgy legalább poénból át kellett írjam az egyik dalon a szövegét magyarra. Hát egy elég érdekes zsédadal lett belőle, vagy ilyen jazz meg az. Hát én nagyon sokat nevettem, azt sosem venném fel lemezre. Az az igazság, hogy ebbe a blues világba ez annyira az angol nyelvnek a hangzására lett kitalálva, hogy egyedül talán Charlie bácsi tudta megugrani azt, hogy erre úgy ráénekelni, hogy az ne legyen nevetséges, hogy ne menjen át egy ilyen bohózatba. Úgyhogy én nem tervezem, hogy valaha magyarul fogok erre a típusú zenére írni. Akik követik a zenekar életét és így a pályafutását, így egyrészt abszolút már szerintem így a kezdetektől tökre az érződött, hogy a Woodstock Barbie az kifejezetten egy ilyen turné, és nyomjuk, menjünk, fesztiválok, koncertek, igen. De közben azért nagyon komoly alkotó munka is folyt, tehát hogyha meghallgatják a dalaitokat, meg mindent, tehát nem össze van rakva. Hogyha egy kicsit így játszani kell ezzel, inkább egy ilyen nagyon turnézó zenekar vagytok, vagy inkább alkotós? Vagy a kettőnek a... Hát mivel még jóformán induló zenekar vagyunk, és így ugye itt közben jött ez a világvége 2 év is, ami hát így mondjuk kiesett, így inkább az alkotás felé fordultunk, ami egyébként meglepő, vagy hát így tök jó dolog, hogy volt lehetőségünk most egy ilyen 5 napos külföldi turnéra, ami gyakorlatilag az első ilyen igazán nagy külföldi turnénk volt, és hát az első igazán nagy külföldi turnénk volt. Hát igen, mi a turnézós kategóriába esünk. Ez a zene úgy szól jól, hogyha élőben hallgatod. Tehát összehasonlíthatatlan azzal, amit hallasz a lemezen, mint amikor ott állsz, és gyakorlatilag kiviszi az agyadat a zene, a hullám, a rezgés, a minden, és úgy átéled, ott benne vagy. Ez egy lemezen, vagy egy számítógépes hangfalon, ez azért nem jön át. Ugye említetted a külföldi turnét, és egyébként abszolút Woodstock Barbie-ban, például én többször kérdezték meg, szerintem írtam is rólatok azt többször, hogy például bennetek abszolút egy olyan potenciál van, hogy mondjuk akár egy közép-európai piacot nézve abszolút piacképesek, szóval fog a piacképesen, tehát mondjuk akár ugye ez lengyel-cseh turné volt, ez a... Igen, tehát hogy például akár régióban, de még akár nyugatabbra is ezzel a zenével megmutatjátok magatokat, és mennyire gondolkodtatok a legelején mondjuk egy nemzetközi karrierben, vagy mennyire magyarban, vagy ez hogy jött ki ez az egyensúly volt ebben? Hát figyelj, én őszinte leszek, én az elejétől fogva tudtam, hogy ez nem itthonra való, ezen amit csinálunk, ugye eleve az angol nyelvből kiindulva, valamiért itthon ezt nem annyira szeretik. Már így kezdenek néha megnyílni, meg ugye a nagyobb fesztiválokon, meg ilyen helyeken azért befogadóbbak rá, de hogy én leginkább a külföld felé tendáltam mindig is, és hát ez szerintem, remélem, hogy ez most ez lesz az irány, és erre haladunk tovább. Ha megnézzük ugye szintén akik jobban ismernek benneteket, azért látták azt, hogy az elmúlt időszakban itt a gyakorlatilag, hát sajnos szinte az egész zenekar ezt a pandémiás őrületet kellett, hogy szintén végig szenvedje majdnem az elejétől, hogy azért jó pár tehetségkutatón is elindultatok, részt vettetek, megmérettetettétek magatokat.
Bevallom őszintén, én lehet, hogy coming out olok, de én nem vagyok egy olyan nagy, nagyon nagy híve a klasszikus tehetségkutatós történetnek, viszont szakmailag ennek azért vannak, hogy is mondjam, előnyei az ismerettségtől kezdve az, hogy az adott helyek, ahova szervezik, megismerik, régióba visszahívják, stb. Az embereket. Nektek milyen tapasztalataitok voltak ezzel a tehetségkutatós dolgokkal? Igazából nagyon jó. Én is most hallottam először, hogy most vettem úgy igazán részt először egy ilyen típusú tehetségkutatón, ahol így zenekarok mérettetnek meg. Én szerintem nagyon jó ez arra, hogy rutint szerezzen a zenekar, illetve hogy megnézzen más induló zenekarokat is, és akkor magában így összemérje magát a piacon lévő többi feltörekvő zenésszel. Azt mindig érdekesen szemlélem, hogy mindig mi vagyunk azok, akik a legheavybb zenét játsszuk, és mégis mindig nagyon félünk. Ez most például nagyon jó példa, hogy a külföldi turnénkon már ilyen para közeli állapotokban voltunk, hogy előtte egy Ariánnal így találgattuk, hogy szerinted mikor fognak kimenni, mert csak 45 pluszos emberek ültek be a koncertre. Nagyon vicces volt egyébként is. Nemhogy nem mentek ki, hanem sikongattak, őrjöngtek, énekeltek velem, tényleg ilyen Queen, már ilyen Queen hangulatokat éltem át, hogy jó, és énekelték vissza, és mondom, kérek egy ilyet, és jaj, és mi völtöttek, azt hiszem, hogy most az egyik lengyel koncertünkön volt egy olyan koncert végre, ahol én is meg tudtam nyílni, úgy igazán. Most éreztem először, hogy igen, most úgy kinyílok, és őszintén beszélek így a dologról, így minden szám előtt vagy után. És ez ott azon a koncerten egyébként nagyon működött, nyilván ez nem minden koncerten ennyire bensőséges a hangulat, hogy ezt meg lehet tenni, de nagyon jó volt olyan szempontból, hogy a dalok, amiket én írok, vagy hát én szeretek úgy írni, hogy nem feltétlenül konkrétan egy bizonyos dologról írok, hanem inkább az, ami bennem zajlik, és akkor egy kicsit ilyen rébuszokban, ilyen szóképekben, meg ilyen hangulatokban írom le, hogy mi történik, és hogyha párosul hozzá egy sztori, akkor sokkal jobban meg lehet érteni a szöveget, vagy hát hogy miről szól egyáltalán a dal, és így szerintem lehet, hogy ez is közrejátszott, hogy ennyire élték, mert megkapták a full picture-t, hogy mi is ez az egész. Apropó, hogy így mondtad, erről volt bármilyen beszélgetés, hogy belőttétek, hogy milyen korosztálynak szólna a zene, ha már erről beszéltünk? így konkrétan szerintem nem. Ugye sokan kérdezgetik ezt a ilyen szakmabeliek, hogy akik a közönségetek, hát most szerintem egy új piaci részt találtunk, úgy érzem. Hogy én mindig azt mondom, hogy így nullától a halálig, hát akinek tetszik, az hallgassa meg, aki kíváncsi rá, az hallgassa meg, mert tényleg olyan érdekes dolgok történhetnek benne, amit még mondjuk nem hallott, és aki ki van éhezve egy ilyen újdonságra, annak remélhetőleg tetszeni fog. Most ugye, ha jól tudom, most már showcase meghívásokat is kaptok, tehát ilyen zeneipari, kifejezetten zeneipari lóvására mentek. Ilyenkor, mondjuk egy ilyen kifejezett showcase esetében van ilyen külön készülés, vagy igazából azt szeretitek hozni, amit alapból hoznátok egy koncerten? Hát ugye még nem voltunk ilyen showcase-en, én egészen eddig nem is tudtam, hogy ez micsoda. Csak most írta le az Eszti, ugye, hogy ez igazából a szakma a belieknek van, hogy megnézzék, hogy milyen feltörekvő zenészek vannak még a piacon. Úgyhogy én most már így el is kezdtem izgulni, eddig még nem izgultam. Attól jobban izgulok, hogy ez Macedóniában lesz, és elég hosszú út áll előttünk. És hát mindig ez szerintem a legnagyobb rákfené ennek az egésznek, hogy a sok várakozás, meg akkor mire odaérsz, akkor határokon keresztül, hogy azért megvan az árnyoldala ennek a turnézásnak, de szerintem legalábbis én részemről én mindig a maximumot hozom, amikor action van. Lehet, hogy előtte hisztizek, lehet, hogy utána hisztizek, de akkor, amikor ott kell lenni, akkor ott vagyok, és megcsinálom. Ugye mondtad, de... kérdezel, akkor jó lesz. Ugye mondtad, hogy például Lengyelországban volt, ez egy kicsit bensőségesebb koncert volt, ahol így meg tudtál nyílni. Hogyha egy picit a Barbie-t nézzük, nem tudom, egy kicsit tanástalan vagyok abból a szempontból, hogy
ez most inkább ilyen stadionzene, szóval ilyen őrült nagy tömegnek, vagy a bensőséges, vagy ez abból jön, hogy azért neked, te énekelsz olyan műfajban is, ami kicsit bensőségesebb. Hát Tehát, hogy nagy én már fesztiválokon nem tudom igazából eldönteni, de én azt gondolom, hogy ez a zene mindenképpen nagy térbe való. Elég hangosak vagyunk úgy általában, úgyhogy kell az, hogy én például nagyon szeretek szabad téren lenni, ami mondjuk egy fesztivált jelent jelen esetben. De sosem gondoltam volna, hogy amikor például beléptünk itt Lengyelországba erre az ominózus helyszínre, ahol a megnyílás sikeredett, ez egy ilyen színház moziterem volt egy kultúrházban, és ez is nagyon-nagyon jó volt. És azt vettem észre, hogy ugye 5 koncertünk volt egymás után minden nap, és ugye minden helyszín egy teljesen más volt. Más volt a hangosítás, más volt a helyszín, a színpad, a fény, minden. És hát ugye mindenhol máshogy szólunk. És az is nagyon meglepő volt, hogy például amikor ebben a kultúrházban voltunk, akkor annyira tisztán szóltunk, hogy már-már ez a kosz, amit mi képviselünk, ez így szinte elmaradt, és egy ilyen nagyon tiszta hangzás kerekedett belőle. Az is jó volt. Úgyhogy én azért nem kategorizálnám így be magunkat, hogy most csak fesztiválzenekar vagyunk, de mindenképpen kell egy nagyobb tér. Ugye, ha jól tudom, december 18-án játszottak utoljára idén itthon, és utána pedig nekiálltok egy EP-t összerakni. Ugye nagyjából most már ugye bő 2 éves a zenekar, tehát azért van rutin, meg azért csináltatok anyagokat, felléptetek, tehetségkutatóztatok, és ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy ilyenkor már mondjuk az új EP-nél mennyire tudatosan lesz összerakva az anyag, értem én azt, hogy a számszelekció hangulatilag, szövegileg, hosszilag, mennyire terveztek, és mennyi benne mondjuk az az ösztön, ami mondjuk, hú, ez most így jó, jammeltünk, és ennek ott kell lennie. Hát én ez a go with the flow típusú ember vagyok, és nem mindig van lehetőségünk együtt jammelni. Az előző lemezt is igazából úgy írtuk, hogy külön voltunk, de hát azért nyilván közben kommunikálunk, meg hát azért szerencsére már van internet, úgyhogy így azért ez megkönnyíti a dolgunkat. Tervezés szempontból én ezt az EP-t már szeretném egy kicsit jobban megtervezni. Nem akarok spoilerezni, de szeretnék újabb dolgokat is behozni, és hát igazából jó lenne, hogyha mondjuk mind az 5 szám egy kicsit más, és más hangulatú lenne. Én ezt szeretném. Azt, hogy aztán mi lesz, azt mondjuk. 5 számban gondolkodtak ezek szerint. Mindig érdekes, megkérdezem, hogyha ilyen... Készülő anyagok esetében ugye vannak azok a zenekarok, akiknek mondjuk mit tudom én, összegyűlik tőled ilyen 4-5 számuk, és akkor ebből csinálunk egy EP-t. Meg vannak olyan zenekarok is, akiknek mondjuk mit tudom én, kering így a nagy közösben mondjuk ilyen 8-10, és abból elkezdenek gondolkodni, hogy jó, ebből a 8-10-ből mondjuk rakjunk föl egy EP-re 4-5-öt. Nálatok ez most hogy lesz? Kering sok minden, és abból kerül föl egy válogatás, vagy mondjuk akár tudatosan is, de leültök, és akkor ez az EP meg lesz írva. Hát most mindenkinek nagyon nehéz időszaka volt, úgyhogy nem tudom, hogy mennyi szám van a tarsolyban. Általában Arián az agy és a szív, és ő kezdi el általában ezeket a dallam meneteket, vagy hát lupokat. És hát nincs tervezve. Nincs tervezve. Beülünk, és megírjuk. Nekem van már egy pár szövegkezdeményem egyébként, amiket majd vagy tovább folytatok, vagy csak kiragadok belőle dolgokat, ez majd ugye nagyban függ a zenétől is. Úgyhogy vannak kezdemények, szerintem Ariánnak is vannak egyébként kezdeményei. Aztán amikor eldöntjük, hogy mi az, ami tetszik, akkor annak neki ülünk, és akkor meg kell írni. Ha egy kicsit még távlatabb, tehát hogy még jobban előre tekintünk. EP után szintén jön majd egy nyári fesztivál szezon, ugye az a baj, hogy már nem merek semmit sem mondani, hogy mit lehet és mit nem, mert kiderül, hát, hogy, igen, hogy valamit igen. lehet, vagy valamit nem. De hogy
Mindenkinek van egy ilyen nagyjából fizikailag véges pillanat, hogy mennyi fellépést bír egy évben. Hallottam őrültekről, akik mondjuk nem tudom én letolnak egy évben 150 fellépést, de mondjuk átlagban nagyjából egy mondjuk ilyen satsz per kb-re azt mondom, hogy egy ilyen 50-60 fellépése van általában egy olyan zenekarnak, akik mondjuk fesztiváloznak is, meg minden. Hogyha úgy jönnek ki a lépés, és az lenne, akkor nyomnátok? Tehát, hogy ezt megbeszéltétek, hogy mondjuk, hogyha ez van, akkor folyamatos turné, vagy inkább néha szerettek egy kicsit pihenni, és akkor... Hát itt azért mindenkinek van más foglalkozása is, illetve dolga is, úgyhogy azért nem vagyunk még főállású zenekar. Hát bár úgy lenne, igazából nagy tanulság volt az előző turné is, hogy azért részemről én, mint énekhang nem tudok öt estét végig énekelni. Hát legalább maximum három, de inkább kettő, és akkor utána mondjuk egy nap szünet, vagy kettő. Hát én így tudok működni. De nem vagyok ellene a sok bulinak, csak jól legyen organizálva. És akkor mindenki egészségesen távozik a buliról. És egyébként ugye érdekes az is, ez egy kicsit szinte megint dalírás, egy kicsit most vissza, hogy mondjam, visszakalandozok az előzőhöz, hogy ugye nagyjából minden zenekar szereti, hogyha folyamatos figyelem van rajta, ugye, hogy mindig azért beszélnek róluk, hallgatják egy dalukat, stb. És ugye sokan mondják azt, hogy manapság már egy mondjuk a nagy lemez formátum, az kicsit ilyen elavult történet, és akkor tudod, ilyen szingleket adnak ki, meg ilyen egy-két számos EP-ket, hogy nálatok ez, én bevallom őszintén, úgy láttam, hogy azért mindig így okosan volt, így kiemelve egy-egy dal, klip, live session, EP, hogy nálatok ez mondjuk egy ilyen kimondott dolog, vagy nem tudom, tehát hogy ez egy ilyen tervezett dolog, hogy akkor mindig egy kicsit csepegtettek el magatokból, és akkor folyamatos legyen a figyelem, vagy egyszer majd azt mondjátok, hogy jó, csinálunk egy nagyon nagy lélegzetet, és akkor kiadunk 12 dalt egyben. Igen, hát szerintem egyébként abszolút tervezett, és most már a turnékon nagyon kérdezgették is, hogy van-e valamilyen merchünk, vagy lemezünk, amit meg tudnának venni, és még nincs. De nagyon tervezzük, és bakelitet szeretnénk. Ó, yes, igen, a legjobb, a legjobb. És akkor azon összefoglaljuk az eddigi munkásságunkat. És azt már lehet tudni, hogy váratlan kb., hogy ez... Hát ez szerintem jövő ősz. Azért még várunk, de nagyon jó bakelit, nagyon-nagyon támogat. Még megírjuk a következő EP-t, és akkor utána. És a... még az érdekel, hogy te azért azon kívül, hogy Woodstock Barbie, nagyon sok minden mást is csináltál korábban, és hogyha egyszer olvastam egy interjúdben, azt mondtad, hogy ez az a zenekar, amit tényleg így nagyon magadnak érzel. A kérdés az az, hogy mennyire lehet összeegyeztetni nagyon sok mindent, vagy van egy határ, amikor már azt mondod, hogy ezt így, tehát hogy nem lehet annyi felé szakadni. Én magam érzem, hogy nem lehet annyi felé szétszakadni. Hát nekem, mint főállású zenésznek nem könnyű. Eddig könnyű volt, mert eddig nem volt annyira sok buli, nem volt így beindulva ez az egész, és most kezdem érezni a hatását. Azt hittem, hogy mindent elbírok, de most kezdem érezni, hogy hát azért ez így kemény dió lesz. Én zenélek még más zenekarokba is, és hát igen, hát általában ugye a hétvégék azok, amik a zenére alkalmasak, és abból nincs olyan sok, mint a hétköznapból. Úgyhogy nem tudom még, mi lesz őszintén, szóval majd megpróbálom nagyon jól organizálni az időmet, és a lehető legegészségesebben élni, hogy ne kelljen húrt cserélni. Hát nagyon sok Woodstock Barbie számot szeretnénk például többek között. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a műsorunkban. Ne felejtjétek, december 18-án még el tudjátok kapni a Woodstock Barbie-t a Szimplában. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltál, nektek pedig a figyelmet, jövünk további adásokkal. Ne felejtsétek, csak jókat mutatunk. Ciao, szevasztok!